foglyokból fejedelmek lettek ezek a Babilóniába elhurcolt héber ifjak, Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó, és Dániel könyve befejező, záró, kiegészítő fejezeteihez érkezve, amit most itt sorozatunkban tartunk, a mai alkalommal ezen gondolkozzunk el. Vagyis azon, amit Péter apostol első levele első fejezetében így mond, hogy Isten hatalma hit által őriz az üdvösségre. Istennek óriási hatalma van. Világegyetemet teremtő, a semmiből a minden teremtő Isten. De Isten erkölcsi kérdésekben nem használja a hatalmát. Istennél nincs erőszak, nincs rábeszélés, nincs kényszer. Isten, ha valakit megőriz az üdvösségre, azt hit által őrzi meg. Vagyis annak az embernek a közreműködése által. Amennyire növekszik a hite, annál többet tud tenni érte az Isten. És amennyire többet tesz érte az Isten, annál lesz érettebb, teljesebb emberi személyiség a Jézus Krisztus ábrázatához hasonló, ahogy a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol kifejezi. Igen, foglyokból fejedelmek lettek, Dánielből kormányzó, a három másik héber ifjúból pedig tartományi vezető. Egyben Dániel könyvéről szólva arról is külön elmélkedhetnénk, hogy nem szükségszerű, hogy a hatalom vagy a hatalomgyakorlás megrontsa az embert. A hatalom gonosz, mondta a 19. századi német bölcselő, és ezt napjainkban fokozottabban is látjuk. De a kivétel erősíti a szabályt. Ha valaki hatalomhoz jut, nem szükség, hogy eltorzuljon. Dániel nem akármilyen hatalomhoz jutott a babiloni, aztán a Médó-Perzsa udvarban, és egyáltalán nem torzult el a személyisége, mert a hatalmat eszközként használta csupán arra, hogy másokon segítsen, hogy emberekkel jót tegyen. És gondolom, így volt ezzel Sidrák, Misák és Abednégó. A hatalmat is lehet hittel kezelni. Lehet, hogy ma azt mondjuk, hogy ez már annyira eltorzult a hatalom a 21. század, hogy a hatalom körébe senki ne tegye be a lábát, vagy ahogy kedves professzorunk tanította nekünk az egyetemen, Török Endre azt mondta mindig, hogy a politika érvénytelen terület. Be ne tegyétek a lábatokat erre a területre. Aki megfogadta a tanácsát, jól járt. Egyik kedves szobatársam, aki nem fogadta meg, diplomata lett, betette a lábát a politika területére, nagyon súlyos véget ért. Dániel korában azonban talán még lehetett a hatalmat jóra használni. De mivel a Bibliában örök érvényi példák vannak, amíg világ a világ, soha nem zárhatjuk ki, hogy igenis, lehet a hatalmat jóra is használni. Nem minden magában rossz, hanem annak a kezében, aki rosszá teszi, vagy annak a kezében, aki jóvá teszi, a hatalom is jó célok elérésére fordítható. De tekintsük is végig, hogy hogyan lettek foglyokból fejedelmek. Mit jelent ez a megtartó hit, amelyről Jézus Krisztus is beszélt, amikor gyógyításai során ezt mondta, hogy a te hited megtartott téged? Mit is jelent ez a szentséges hit, amivel a mai gondolatmenetünket szeretnénk befejezni? A Biblia utolsó előtti könyvéből, Júdás leveléből idézem ezt a megfogalmazást. Ez a szentséges hit, amelyben növekedhetünk, és amelyben nem akármilyen győzelmeket érhetünk el, és jogosultságot kegyelem által, de hit által is az örök életre. Akik nézik a mi feltevéseinket, hozzászoktattuk őket ahhoz, hogy egyszerű szavakkal mutassuk be a bibliai tanításokat. Többször ejtettem szót arról, hogy a bibliai fogalmak, nagyon tiszta, világos fogalmak körében van négy megkülönböztetett fogalom.
Szeretnék majd erről is sorozatot tartani, már idén 2024-ben a szovátai táborozáson, majd a serányi táborozáson bibliai fogalmak vizsgálatát tűztem ki reggeli biblia tanulmányozás tárgyául. Néhány már fel is került az internetre, mi az, hogy átfordítás, mit jelent a teremtés, az újjáteremtés, az új teremtés bibliai fogalma. Nagyon sokat tanulhatunk a tiszta bibliai fogalmakból, és nagyon sokat épülhetünk abból, hogyha a hitről, arról a szentséges hitről gondolkozunk. Mert a hit, remény, szeretet az emberi személyiség három nagyon jól megkülönböztethető, mégis egymáshoz közel álló valósága. A hit, remény, szeretet, amely nem csak ebben a földi életben minősít egy embert, hanem a szeretet himnusza befejező szavai az 1. Korintusi levél 13. fejezetében arról tanúskodnak, hogy az örök életre is megmarad a hit, remény, szeretete három, és ezek között legnagyobb a szeretet. Dánielt és társait a szereteten alapuló hit mozgatta. És ez a négy fogalom, amit sokszor az emberek elé tárunk, hogy mi egy kegyelmes Istenben bízunk, a kegyelem megismerése hoz létre hitet az életünkben, és a hit által munkálkodó élet, a szeretetteljes élet, tehát amely igazi, nem emberi, hanem Istentől jött cselekedeteket eredményez a hétköznapjainkban. És hogyha ezt a három fogalmat egymás után jól értjük, hogy kegyelem, hit és cselekedeteken alapuló szeretet, akkor nyugodtan nézhetünk mindannyiunk életének végső megítélése felé, az ítélet irányába. Az emberi életet ezzel a négy fogalommal körül is írhatjuk, hogy kegyelem, hit, cselekedeteken alapuló szeretet és Isten ítélete. És Dániel könyvének 12 fejezetét most ebből a szempontból nézzük át, vagyis abból a szempontból, hogy hogyan is növekedett a hit ezeknek a héber ifjaknak az életében, ami egy olyan meseszerű, elismerem első hallásra, aki nem hisz Istenben, olyan mesének tartja Dániel könyvének ezt a felívelését, hogy hova jutottak foglyokból fejedelmek. Na de hát a Biblia legelső könyve is ezzel végződik, a 37. fejezettől az 50-ig, a Genezis is, egy ilyen egykori Dániel történetét mondja el, csak akkor ott úgy hívják a főszereplőnket, hogy József, az Egyiptomba eladott József, aki végül is Egyiptom kormányzójává válik. Nem mese az gyermek, mondja Arany János. A Biblia nem meséket, hogy mondja Péter apostol, nem mesterkélt meséket, hogy mondja a Károlyi fordítás, itt a mitosz szó áll. A Biblia nem mitoszokat ereget, úgy, ahogy ezt szokták bemutatni még a magyar középiskolai oktatásban is, az első éves irodalom tankönyv olyan mitosznak tartja a bibliai történeteket. A mitoszok vannak különböző népek hagyományvilágában, mesé és legendás elemekkel teletűzdelve. A Bibliában nincsenek ilyen értelembe vett mitoszok. A Bibliában igaz történetek vannak, amelyek Isten és ember együttmunkálkodásáról beszélnek, mert hogy a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyve 3. fejezetében is olvashatjuk, Jézus maga mondja, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. A bibliai élettörténetek csodálatosan mutatják be, hogy az emberi keresés és az isteni adás, az emberi vágyakozás és az isteni bennünket megajándékozó szeretet hogyan is találkozhat. És ebben a találkozásban van az emberiség egyetlen egy reménység, ahogy mondta egykor valaki,
az emberinek és az Istennek a találkozása oldja meg az életünk problémáit, vagyis hát Isten, aki keres bennünket, lehajol értünk, aki felemel bennünket. De ahhoz, hogy felemelhessen bennünket, ahhoz a mi közreműködésünkre is szükség van. Ezért mondjuk el, hogy a hit legalább 5 lépcsőfokból áll. Az első lépcsőfok a megismerés, ez a mi részünk, hogy megismerjük a mi teremtőnket, alkotónkat és az életét, értünk nem sajnáló Istent, aki megváltónkat, Jézus Krisztust elküldte erre a földre. A keresztény hit megismerés nélkül nem áll meg. A keresztény hitnek az alapja a megismerés. A kereszténység soha nem először hitet kér, először megismerésre való jó szándékot kér. Hogy tegyük le előítéleteinket, berögzült szokásainkat, fenntartásainkat. Tegyünk le minden emberit, és figyeljünk az Istenire. Figyeljük meg, hogy Isten hogy mutatja be önmagát, a világot, amit teremtette, az emberi életet. Bennünket is hogy világosít meg Isten. Hogy világít át? Ha kellőképpen megismerjük Istent, akkor jön a hitnek a második lépcsőfoka, és ez a bizalom. Innen is való a hit görög elnevezése, a pistis, amelyet később latinra fidesszel fordítottak, mert nyilván, ha valakit megismerek, ha egy szemét mennél inkább megismerek, akkor amit még nem ismertem meg belőle, abban is bízom, hogy az is jó lesz, ha egy jó szemét ismerek meg. Innen a bizalom. A bizalom az a meghosszabbított ismeret, a szoktuk mondani, hogy előlegezett bizalom, igen, mert amiről nem tudok a másik ember életében, vagy a másik emberről egyáltalán, de már nagy részében megismertem, feltételezem azt, hogy más dolgokban is igaz, és a javamra válik a jelenléte. De itt jön a hitnek a harmadik, nagyon kemény lépcsőfoka, a megismerés és a bizalom után, hogy bízunk-e továbbra is önmagunkban, ahogy eddig bíztunk. Mert igaz, József Attila a híres versének, a Kész a leltárnak a hangütése, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Játszik rá egy a református egyházban gyakran idézett, énekelt zsoltára, a 90. zsoltár parafrázisára, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Igen, de ezzel szemben a született ember állásfoglalása, magatartása, meg éppen az ellenkező, hogy magunkban bízunk elejétől fogva. Vagyis, ahogy haladunk előre a hitben, a megismerésben, az Isten iránti bizalomban, eljutunk-e odáig, hogy megtanulunk egészségesen bizalmatlanná válni önmagunkkal szemben. És a hit harmadik lépcsőfoka ez az önmagunk iránti bizalmatlanság. Aki erre nem teszi fel a lábát, abban nem lesz igazi hit, nem jut előre a hitnek a növekedésében. A hit, amelynek a jelképe a tűzben megpróbált arany, nem tisztul. Arany, de sok minden salak van rajta, mint az olyan hívő embereken, akik alapjában hiszik az Istent, bíznak az Istenben, talán még Isten sok szavát is megőrizték, és bele is kapaszkodnak Isten ígéreteibe, de az élet adott helyzeteiben jobban bíznak önmaguk elgondolásában, önmaguk döntéseiben, mint Isten szavában. Mindannyian beleestünk ezekbe a hibákba. Na de azért mondom, hogy a hit az egy folyamatosan tisztuló, fejlődő valóság, hogy ezekből ki kell jönni. És ha megtanulsz bizalmatlanul nézni önmagadra, ami a napi gyakorlatban annyit jelent, hogyha egy bizonyos élethelyzet elé állsz, és te nagyon akarsz valamit, de tudod, hogy Isten igéje azt nem tanácsolja, vagy egyenesen nem is engedi meg, akkor elkezdődik a belső küzdelem aközött, amit Isten mond,
amit a pneuma mond, amit a Szentlélek mond, és aközött, amit a psziché mond, amit az emberi felfogás, meg érzékelés mód tanácsol. Elkezdődik az a küzdelem, amelyet Pál a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében olyan nagyon plasztikusan ír le, hogy az Istennek beszéde élő és ható, elhat az ízek és velők megoszlásáig, megítéli a pneuma és a psziché. Tehát itt jön az ige, mert ha az igéből látjuk, hogy ez az Isten akarata, ez az Isten törvénye, parancsolata, akkor mondhatom azt, hogy én nem bízom annyira magamban, hogy ezt én fölébe helyezem magamat fölébe helyezem a magam elgondolását az Istenének, de hogy ez milyen gyorsan bekövetkezhet. Hát Péter is ezt csinálta, aki felülbírálta Jézusnak a kijelentését, aki jól tudta róla, hogy ő kicsoda, mégse Jézusnak hitt, hanem önmagáról adott képének hitt, és ő föl nem tudta tételezni magáról, hogy bármikor is eltávolodnék Jézustól, és pár óra leforgás alatt, mivel nem ismerte önmagát, és túlságosan bízott önmagában, vagyis jobban bízott önmagában, mint Istenben, az általa megismert megváltóban, rettenetes mélységbe esett, és akkor ne beszéljünk a 12. tanítványról, aki ugye nem volt közülük való, de ebből a szempontból félelmetes és tanulságos az ő esete, aki egy évvel az elárulása előtt folyamatosan fölébe helyezte magát Istennek, ezért, ha volt is valami hite, csak visszaépült, és az emberben, az önmaga elgondolásában való hitté silányult. Tehát megismerés, bizalom, bizalmatlanság önmagunkban, és itt jön a 4., talán számunkra az egyik legcsodálatosabb lépcsőfok, amit ha a gyakorlatban átélünk, akkor nagyon sokat élünk át, hogy akkor tudjuk rábízni magunkat Istenre. Ez a rábízás, ez nagy dolog. Mert hiszen akit nem ismertünk meg, még kellőképpen abban bízni se tudunk, nem, hogy még rábízni magunkat. Ha már bízunk benne, még mindig nem tudjuk rábízni magunkat, hogyha állandóan magamban bíztam elejétől fogva, és ebben meg is maradok. Tehát el kell, hogy jöjjön ez a 3 nélkülözhetetlen lépcsőfok, hogy meg tudjuk tenni a döntő lépést, ami a hitnek az ünnepélye. Mert hiszen a hit ünnepélyét ez az előbb említett Péter is kimondta, és jóval a tagadás előtt egy másik történetben, amit Lukács evangélium a 5. fejezete jegyez le, tudnék, amikor nem helyezte fölébe a maga tapasztalatát Jézusénak, amikor Jézus kérte a reggel már hazamenni készülő halászokat, akik ki akarták pihenni az éjszakai fáradalmakat, hogy egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, és mosták a hálóikat, de Jézus mégis azt mondta, hogy tanítani akarom a sokaságot, Péter, csak a te hajódból érem el hanggal őket, egy kicsit evezz be, és hadd szálljak be a hajódba, és hadd tanítsam a népet. És Péter nem ment fáradtan haza, hogy kialudja magát, hanem megtette Jézus szavára, mert bízott Jézusban, de Jézus még többet kért ezután, mert miután befejezte a tanítását, utána azt is mondta, hogy evezz a mélyre. Tehát menjünk be a Genezáretit, belőre, ahol ti halásztatok éjszaka, és nem fogtatok semmit. Persze ti nagyon szakképzett halászok vagytok, ti tudjátok, hogy éjszaka kell halászni, akkor csönd van, és a halakat jobban ki lehet fogni. Napközben nem nagyon lehet ugyanolyan eséllyel halászni, de én mégis ezt kérem tőled, hogy most ez egyszer, aki megismertél, bízol benne, most ne bízzál önmagadban, most ne a te felfogásod szerint döntsél, hanem higgyél az én szavamnak. És Péter hitt a szónak. Péter rábízta magát Jézusra, és csodálatos volt a felelete. Uram, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te parancsolatodra, mivel te mondod, hát ezért kivettem a hálót. És aztán szakadozott a hálójuk. A rábízáskor nyerjük a legmélyebb Istennel való tapasztalatukat. Miért? Mert akkor teljesen világos, hogy ez nem mi tőlünk volt,
ezt nem a mi erőnk szerezte, ezt nem a mi bölcsességünk szerezte, rábíztuk magunkat Istenre, és Isten volt az, aki vitt bennünket előre. És nem tudjuk letagadni a természet fölötti jelenlétét, nem tudjuk letagadni az Isten szerető gondviselését, ránk figyelését, mert valaki egyszer azt mondta, hogy Isten annyira szeret bennünket, mintha csak egyedül élnénk a világon. Ez a valaki Jézus Krisztus volt, aki Nikodémusnak így fogalmazta meg, ha egy valaki is hisz ő benne. Ha egy valaki is hisz ő benne, ilyen hittel, hogy rábízza magát Istenre, az a sok-sok milliárd ember közül, aki mindez idáig élt a földi történelemben, senki nem hitt volna. Senki nem fordult volna őszintén és mélyen Istenhez, de ha valaki hisz ő benne, ha valaki mélységesen átadja az életét, azt tudja Isten csodálatos eredményekhez elvezetni. És ezután természetszerű a hitnek az ötödik lépcsőfoka, hogy én ezért hálát mondok, mert hát tudván tudom, hogy ez nem tőlem való. Ezért mondta Péter ott a csodálatos halfogás után, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Hát ki vagyok én, akivel úgy foglalkozol, mintha én egyedül lennék a világon? Ki vagyok én, hogy ennyi figyelmet szállsz rám? Ki vagyok én, hogy ilyen türelemmel, ilyen szeretettel, ilyen óvó gondviseléssel foglalkozol velem? Az ilyen Istennek ne legyek hálás. A Biblia hálát sokszor többes számban mondja, hogy hálákat mondjunk, meg máskor azt mondja a Pál apostol, hogy mielőtt még bekövetkeznének ezek a csodálatos események, amik a ráhagyatkozás által, a rábízás által lennének a tapasztalataink, már előre mondjunk hálát, mert biztosak lehetünk, hogy Isten nagy dolgokat tud művelni a mi kicsiny életünkben is. A hitnek ezt az öt lépcsőfokát, ennek a hitnek a növekedését szeretném bemutatni most Dániel könyvében. Fejezetről fejezetre haladva, nyilván itt az első hat fejezet jön számításba, hiszen, ahogy említettük jócskán már több mint egy évvel sorozatunk legelején, hogy Dániel könyve két nagy részből áll, az első hat rész a történeti részek, a hetediktől a tizenkettedik fejezet pedig a profétikus részek. Tehát Dániel így szerkesztette meg a könyvét, ugye az író proféták sora Ámostól kezdődik, aki először szerkeszti meg a könyvét az időszámításunk előtti 9. században. Dániel ennek a nyomdokain jár már a 6. században, és ő úgy csoportosította az élete történetét, hogy az első hat fejezetben az ő hitbeli tapasztalataikról essék szó, a 7. fejezettől pedig azokról a proféciákról, amelyek közül már a 2. fejezet egyet tartalmazott, de a 2., 3., 4. nagy távlatú proféciát a könyvének a 2. felébe illesztette, hogy egymás után elolvasva ezeknek a proféciáknak az egymásra épülése is nyomon követhető legyen. Tehát Dániel könyvében nagyon egyszerű a szerkezeti rész, de a szerkezetben belül egy másik szerkezet is működik, dolgozik. Az első hat részben a hit növekedése, a 2. hat részben, mondom, a 2. fejezetnek a bevételével, pedig az Isten kinyilatkoztatásainak, proféciáinak, az egész emberiségre vonatkozó jövendőléseinek a kiteljesedését láthatjuk, egészen odáig, míg meg nem jelenik Mihály, a Mikáél, aki olyan, mint Isten, a Jézus Krisztus ezzel a jelképes névvel nevezi a Biblia 5 alkalommal, és ugye már csak azért sem téveszthetjük el, mert hát az idők végén nem egy angyal fog megjelenni, talán a mai keresztények tudatában sem ez van, hanem maga Jézus Krisztus fog felkélni,
fog a mennyből eljönni a népe szabadítására. Az a Jézus Krisztus, aki a Judás levele szerint a Mózes teste felett vetekedett, és visszaadta Mózesnek az életét, ahogy látjuk a három evangéliumnak a megdicsőlés hegyi jelenetében. Tehát gondolom, hogy nem egy angyal adta vissza Mózesnek az életét. Ez csak azért jelzem, mert nagyon sok kommentet kapok, és a világhálón más helyütt elég éles támadásokban van részem, hogy én miféle tévtanításokat hirdetek, amikor a Mihállyal jelzett személyt nem egy angyalnak tartom, hanem magának, Jézus Krisztusnak, akinek egyébként többször is a megnevezése a Bibliában az Úr angyala, az Isten erős angyala, tehát ugye az angyal szó lefordítható, ez egy jövevény szó, ez az angelos görög szó, a héber malák és a görög angelos szó annyit jelent, hogy követ, küldött. Tehát Jézus nem létmódja szerint angyal, ő öröktől fogva létezik, ő Isten, hanem a funkciója, a feladata, hát amit az angyal jelent, küldött, követ. Nézzük át tehát most, hogy hogyan lettek ezekből a foglyokból fejedelmek. Így kezdődik Dániel könyve első fejezete, hogy ezeket a foglyokat át akarják nevelni. Nabukodonozor nagyon bölcs uralkodó volt, nem véletlenül mondja az ókor egyik legokosabb, legelmésebb, legravaszabb uralkodójának maga a Biblia is, hiszen a Biblia is más könyveiben megemlékezik Nabukodonozorról, Jeremiás Ezékiel próféta is beszél róla, erről is szeretnék majd még szólni, hogy Babilon milyen helyet tölt be a Dániellel kortárs próféták üzeneteiben, és ezek milyen mának szóló üzenetet is hordoznak. De hát Nabukodonozor nagyon jól tudta, hogy ezek értelmes héber ifjak, és nem kényszerrel, nem erőszakkal akarta rávenni őket arra, hogy legyenek Babilon politikai kiszolgálói, vagy akár eszmei követei, hanem a legmagasabb szintre emelte őket. Hát ahol ő étkezett, ők is ott étkezhettek. Hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. 3 évi munkára, tanulmányokra szoktatta őket, megtanulván a káldeusok nyelvét, tudományát. Lassú víz partot most, majd szépen átnevelem őket, hogy maguk se veszik észre, nem kell itt kényszert alkalmazni, hogy ha beteszem egy pogány környezetbe, ha beteszem egy bálványimádó világba, akkor szépen átveszik az én isteneimnek a hitét, és az én papjaimnak, varázslóimnak, bölcseimnek a gondolkodását. Tehát ez sokkal ravaszabb dolog volt, mint ahogyha valaki kényszerrel, erőszakkal rátörne a másik emberre. És itt az első fejezetben azért csodálatos ez a hitbeli elindulásuk, vagy már növekedésük első szakasza Dánieléknek, mert van itt egy nagyon fontos szó, amit a magyar fordítás is kiemel az első fejezet 8. versében, de Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Nagyon fontos ez az első fejezet. Dániel hűséges akart maradni Istenhez. És aki a Bibliát olvassa, tudja jól, még Magyarországon is tudnunk kell jól, ahol a Bibliának a testi rendelkezéseit, a táplálkozási szokásait szinte egyetlen egy egyház nem hozza méltóképpen az emberek tudomására, ahol nem beszélnek arról, hogy a Bibliában étkezési törvények vannak, életmóddal kapcsolatos törvények vannak, higiénikus szabályok vannak, tele van ezzel az Ószövetség, de hát az Új Szövetség is jelzi ezeknek a változatlan érvényességét, hiszen a testi törvények nem alábbvalók a lelki törvényeknél, mert hiszen az ember test és lélek egysége,
és ami a lélekre nézve igaz, az a testre nézve is igaz. Ha mi lelkileg nem akarunk köntörfalazni, hazudni, akkor testileg szeretnénk olyan táplálékokat a szervezetünkbe hajítani, amelyek tönkre teszik. Hát nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, és nem a magatoké vagytok, mondta Pál az 1. Korintus levél 6. fejezetében. Tehát Dánielnek több szempontból is létfontosságú volt a hitének a megnyilvánítása. Elsősorban azért, mert nem volt hajlandó együttműködni a babiloni bálványkultusszal, és az aköré szerveződött étkezési és más ceremoniális szokásokkal. Másfelől nagyon jól tudta azt, hiszen a Biblia így kezdődik, hogy Isten magokat, tehát gabonaféléket, maghozó füveket és maghozó gyümölcsöket teremtett. Nekünk ez legyen néktek eledelül. Hát Mózes 1. könyve 1. fejezetében, ez a 29. vers, hát mindjárt az 1. fejezetben is, aki át tud olvasni, tud odafigyelni, és rögtön a Biblia 1. fejezetében ott van, mert ez alapvető dolog, hogy a mi szervezetünket mivel tápláljuk. Táplálhatjuk olyannal is, ami olyan élelmiszerekkel, amelyek növelik az erejét, és táplálhatjuk olyanokkal is, amelyek lecsökkentik és beteggé teszik. És Dánielnek ezért is fontos volt, mert ő ragaszkodott a táplálkozási törvényekhez. Nekem megadatott Isten kegyelméből, hogy Magyarországon megismerjem azt az egyetlen egy közösséget, hát a világon is ez az egyetlen egy keresztény közösség, amely a Biblia teljes egészét komolyan veszi, mint Isten szavát, és amely hirdeti, és a gyakorlatában megvalósítja, tehát a keresztségnek az egyik feltétele ez, hogyha te Jézussal együtt akarsz járni, akkor ne csak a lelkedet tartsad Jézushoz méltó állapotban, de a testedet is, mert a kettő, ahogy említettem, nem külön választható. Dániel könyve 1. fejezetét azok tudják értékelni, tehát akik eddig már küszködtek ezzel a problémával, és akiknek ez a fejezet, én hiszem, hogy megoldást fog nyújtani, hogy egy prófétai könyv ezzel kezdődik. A hitnek a táplálkozás területén való fejlődésével, mert hogy mondja Péter 2. level 1. fejezete, hogy a hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet. És most egyelőre nem is folytatom, mit kell először a hitünkhöz ragasztani? Hát helyes cselekedetet. Lelkileg nagyon helyes volt a cselekedet, mert ők nem fanatikus módon kérték ezt az udvarmesterek fejedelmétől, hogy más ételekben akarnak részesülni, hanem szerényen, alázatosan, imával készülve rá, hogy tegyél próbát, és 10 napig próbát tett, és mindenkinél egészségesebbnek, és pirosposgásabbnak, és tehát mindenestül testileg, lelkileg, emberibb embereknek látta, mint a többi a király asztaláról zsíros húsokat, és szeszeket evő, és nyakaló embereket. Tehát ott volt az alázat, ott volt az, hogy bár mi ismerjük Istent, és Isten küldöttei vagyunk, de mi megadjuk mindenkinek a tiszteletet, és mi kérünk, szerényen, alázattal kérünk. De határozottan kiálltak az ószövetségi táplálkozási törvények mellett, mint ahogy említettem, most ma Magyarországon egyetlen egy felekezet van, és a világon is. De hát ez is Isten műve, ez nem ennek a felekezetnek az érdeme, hanem Isten a 19. század közepétől rávezette ennek a felekezetnek a lelki vezetőit, és aztán az egész közösséget, a tagságot is arra, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, tehát nem azt mondja, hogy a ti lelketek, a ti testetek, mert tulajdonképpen a test tartja fenn a lelket, a lelki funkciókat, beleértve az érzékelésmódot, a gondolkodást, tehát hogyha megszűnik a test, ha utolsó dobban a szívünk, leáll az agyműködés,
akkor tudunk tapintani, szagolni, látni, hallani, érezni, tudunk gondolkodni. Hát olyan egyszerű, hétköznapi dolog ez. Miért beszélnek olyan talányosan, misztikusan a testről, meg főleg a lélekről? Az ember egység, hogy Mózes első könyve, második fejezet, hetedik verse kifejezi, hogy élő lélek. Ha használjuk is ezeket a szavakat, hogy test meg lélek, azért ne felejtsük el, hogy ezek egysége az ember, és nem különállóan létezik bennünk egy lélek, és nem igaz a régi görög orfigus pitagóreus felfogás, hogy a test a lélek börtöne, és majd a halállal kiszabadul a lélek, és akkor visszamegy az Istenség közelébe, és ezért halhatatlan a lélek. Ilyesmit a Biblia nem tanít. Erre is rátér egyébként Dániel könyvének a legutolsó vers, hogy te menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felserkensz, de mikor a halál után serkensz fel lelkileg, tovább él a lelked, dehogy is, felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát az első fejezet megkerülhetetlen. És ma is így van ez. Aki nem tudja hitáltal legyőzni az étvágyat, tehát aki nem tud a hit mellé jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tehát abból jön az igazi tudomány, hogyha a hit szerint cselekszünk is, tehát hogy nem csak elmélet a hit, hanem cselekedetben valóság is a hit, gyakorlat is, tapasztalat is a hit, abból lesz tudomány. És rögtön utána mondja a mértékletességet, az enkráteját, az önuralmat. Lehet egy hívő ember, méltó egy hívő ember a hívő népre, hogyha, a névre, ha nincs önuralma? Fejét veszítheti egy hívő ember, akár a mértéktelen táplálkozás, vagy a szeszes italok fogyasztása, vagy egyáltalán a helytelen életmód, a mozgáshiány, az alváshiány. Felsorolhatnám a Biblia 8 alapelvét, amelyről a bevezetés a Biblia tanulmányozásához című sorozatomban külön is beszéltem. Az első fejezet a hit szempontjából megkerülhetetlen. És erre épül fel a második fejezet hitbeli tapasztalata, mert azért a második fejezetben is figyeljünk azokra a látszólag háttérben maradó mozzanatokra, hogy például a második fejezetben hogy van jelen az ellenség szeretet. Hogy a hitnek mennyire a lényege az ellenség szeretet. Amit Jézus meghirdett a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. fejezete szerint, hogy hát ha nem tudjátok az ellenségeiteket szeretni, akkor milyen szeretet van bennetek? Ha nem tudjátok különválasztani a bűnt és a bűnöst, akkor milyen Istent ismertetek meg? Mert az biztos, hogy nem a Biblia Istenét. Az ellenség szeretet, amely hogy ölt testet Dániel könyve második fejezetében? Amikor bemegy Dániel Ariókhoz, az udvarmesterek fejedelméhez, hogy akinek feladata az volt, hogy mivel nem tudják megmondani Nabukodonozor álmát, veszítesse le a babiloni bölcseket, de köztük Dánieléket is. Mit olvasunk a második fejezet 24. versében? Bement azért Dániel Ariókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, elment azért, és mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el. Vígy engem a király elé, és a megfejtés tudtára adom a királynak. Tehát mivel foglalkozik Dániel legelőször is? Azzal, hogy megmondja, hogy ő tudja az álmot és az álom értelmét, és na, most nagyon gyorsan vigyél el Nabukodonozor elé, nem ezzel foglalkozik. Az ellenség szeretet gyakorlását látjuk az első cselekedetében, hogy a babiloni bölcseket ne veszítesd, de pedig hát a babiloni bölcsek eszmeileg neki a legáldázabb ellenségei voltak. Hát azok megették a zsírokat, húsokat, és ittak, nyakaltak rá szeszt, amennyire csak gondolhattak, és bőséggel ott állt az asztalnál, és mondtak mindenféle bolondságot, és a királyt elámították a nagy okkult tudományukkal, és ezekre nézve
az ellenségeire nézve azt mondja, és ez az első szava, mondom, hogy a babiloni bölcseket ne veszítesd el, csak utána hozza tudomására, hogy én nekem van fogalmam az álomról, meg Isten kijelentette nekem az álom értelmét, nem is szólva arról, hogy ez a szerénység hogyan folytatódik tovább, mert amikor oda megy Dániel Nabukodonozorig, amikor oda jut, hogy olvasom a 29. verstől, néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Minden öndicsőítést eltávolít magától Dániel. Ez nem az én érdemem, hogy neked meg tudom jelenteni. Ez nem az én kiválóságom, nem egy emberi minőség, kvalitás, ahogy szokták ma mondani. Nem, ez az Isten bölcsessége. Isten méltónak tartott minket arra, és engem lekivált képpen, hogy ezt megjelentsem neked. De ezt ne úgy vedd, mint egy ember szavát, ezt úgy vedd, mint az Istennek hozzád intézett üzenetét. Milyen érdekes, hogy Dániel és társai hite egyre jobban kinyitják a hitnek a természetét. És nagyon érdekes, hogy ezzel párhuzamosan Nabukodonozornak is kezd kinyílni a szeme a hitre, és Dániel könyvében azért nem csak az ő hitük emelkedését, hanem a Nabukodonozor megszerzett hitét, nyilván nem olyan magas fokon, de azért nagyon érdemes volt átvennünk a sorozatunk keretében, és ezért szántunk erre külön előadásokat, hogy Nabukodonozornak hogy épült fel a hite, hogy erősödött a hite, hogy elismerte Isten, de utána visszahull a harmadik fejezet szerint abba, hogy nem csak aranyfej vagyok, én egy egész aranyszobor vagyok. Aztán amikor utána hát óriási figyelmeztetés kap, és az ő emberei égnek meg a hétszer inkább befűtött tüzes kemencétől, akik oda cipelik ezt a három héber ifjat, és őket megperzseli a tűz, a három héber ifjat meg a tűz közepében, és ott sétálnak valakivel, akivel, hát ez is érdekes, hogy Nabukodonozor honnan tudta, hogy az ábrázat olyan, mint az Istenek fiái. Hát milyen felfogása volt neki az Istenről, aki bálványistenekben hitt. Hát Dániel és társainak a magatartásából, mivel ők valóban úgy éltek, hogy szenteltessék meg a te neved, a mi atyánk első kérése megtestesült az életükben, hogy ők megszentelték az Isten nevét, az ő magatartásukból láthatta Nabukodonozor, hogy ki az igaz Isten, és kik az ő valódi követeit ezen a világon. És aztán persze fenyegetőzött, hogy aki nem fogadja el Istent, az írtasséki, megint visszahull, aztán őrült lesz, megint elismeri, de Nabukodonozor végül is megtért ember lesz. Egy uralkodó megtért ember, egy hatalmi ember, aki az egész föld királya és rettegett ura volt a proféciák tanúsága szerint, és bevette Tíruszt, a világ, ma úgy mondanánk, az akkori világ Svájcát, mintha ma valaki bevenné az egész svájci banktőkét egy kézbe ragadná, vagy bevette Egyiptomot, a másik nagy világhatalmat, hát egy óriási hatalmi tényező volt, és talán fogadóirodákban semmit nem adtak volna arra, hogy Nabukodonozor, aki magát Istennek tartja, aki nem elég neki az aranyfejű, az egész aranyszobor akar lenni az alattvalói tudatában, és ez az ember megtér. Isten előtt nincs lehetetlen, de ahhoz együtt kell működni az Istennel, és azt is láthattuk a negyedik fejezetben, hogy mi volt az a pont, amivel Isten meg tudta találni Nabukodonozort, és nem ez volt, hogy Isten keresi Nabukodonozor, meg a maga istenségét építi egy másik csatornán. De kétségkívül, amire az elmúlt alkalommal is eljutottunk, a harmadik fejezet az, ami számunkra, 21. századi emberek számára talán a legidőszerűbb Dániel könyvében. Mert hogyan is emelkedik a hite, és most itt nem Dánielt látjuk, hanem mellette a három ifjat.
De nem kell nekünk mindig Pál apostolt látni, mi láthatjuk Timóteust is, Tituszt is, Epafrászt is, ugyanúgy látjuk a hit növekedésének a természetét. Mi az, amit a harmadik fejezet hozzátesz a hit növekedéséhez? Az, hogy ott vannak az égő tüzes kemence szájában. A Nabukodonozor fenyegetőzik. Most mélyen visszaesve a maga istensége tudatába, még Isten nevét is felveszi a szájára, mert a harmadik fejezet 15. vers végén azt is olvashatjuk, hogy ezt is mondta a három éber ifjúnak, hogy bevetlek titeket az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Tehát én nagyobb vagyok, mint Isten. Jellegzetes emberi magatartás, mi persze mindig nagyobbak vagyunk, mint Isten. Míg meg nem térünk, míg szét nem zúzódunk a kősziklán, és nem épülünk Jézus Krisztusra, mi mindig istenibb istenek vagyunk, mint a jó Isten. Sajnos, ez a helyzet. Csak az emberek nem veszik észre, mert ugye a büszkeséget, a gőgöt mindig tudják ilyen álszent alázatoskodással leplezni. Ilyenek vagyunk mi emberek megtéretlen állapotunkban. Ilyen voltam én is, te is, mindenki. Ezt végignézni a jó Istennek. És hogy jönnek a világra az újabb nemzedékek, és semmi meg nem változik. Mindenki Isten a maga szemében. Döbbenetes. És Nabukodonozor ezzel fenyegetőzik, de ez a fenyegetőzés úgy lepattog róluk. Figyeljük meg a hitnek a kedvességét, a bizonyosságát és kedvességét. Feleltek Sidrák, Misák és Abednégő, és mondták a királynak, ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk neked. Amit mondasz, olyan, mint a szél. Elzúgott, de hát ezzel nem kellene foglalkoznunk. De hát ha már kimondtad ezeket az eszetlen mondatokat, de hát ők nem így mondják. Ők csodálatos szelídséggel, megnyerő készséggel, szeretettel, kedvességgel, kedvesség ömledez ajkain, szólt a 45. Zsoltár csodálatos jövendőlése Jézusról, de ők Jézusi lelkülettel bírtak, kedvesség ömledezett az ő ajkaikról is. Hogyan szólt ez a kedvesség? Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből? És a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket? De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és azt az arany állóképet vagy szobrot, melyet felállítottál, nem imádjuk. Hát ez az igazi hit. Megismerték Istent, bíztak Istenben, önmagukban nem bíztak semmit sem, átadták életüket. Igen, most van az átadás. Én katolikus környezetben nevelkedtem föl, tehát amikor Budapestre az egyetemre kerültem már ilyen kis protestáns közösségekkel, vagy az evangéliumi kiadó könyveivel is találkoztam, és ott nagyon sokszor elmondtak ilyen klisé-szerűen, hogy add át az életed, add át az életet. Én soha semmit nem tudtam kezdeni az ilyen kijelentésekkel, mert abbeli állapotomban nekem ez egy kínai beszéd volt. Mi az, hogy add át az életedet? Örülök, hogy a kezemben van. De amikor megértettem a hit természetét, hogy az megismerés, az bizalom, az bizalmatlanság önmagunkban, és ezután tudjuk rábízni magunkat. Ezt mindig el kellett volna mondani azoknak az új protestáns közösségeknek, meg annak a sok kiadvány szerzőjének, akik ezzel bombázták az embereket, és egyfajta kényszer volt, erőszak volt. Másfajta erőszak természetesen, mint amit én addig tapasztaltam a magam addigi 20-23 éve alapján, de ugyanolyan erőszak, hogy add át az életet, mint egy sürget, mint egy... És akkor már ezek a karizmatikus közösségek is nyiladoztak Budaörsön és más helyeken, és hát borzalmasan szemléltem, hogy tapossák sárba az egészséges tudományt és az igazi hitet. És ma is ez a véleményem sajnos minden külön értesítés helyett, de én pozitív példákat szeretnék megszólaltatni.
És visszatérve ennek a három héber ifjúnak az esetére, azt szeretném mindannyiunk elé állítani, hogy ezek a napok nagyon gyorsan sietnek felénk. Szinte karnyújtásnyira vannak előttünk a történelmi holnapban és holnap utánban. Amire Jézus is utalt Lukács evangélium a 21. fejezete szerint, hogy majd törvényszékek elé visznek titeket, számon kérik a ti hiteteket, hogy miért a Bibliába hisztek, miért a Biblia minden szavát komolynak tartva ahhoz akartok ragaszkodni. Hát nincs itt az egyház, vagy az egyházak most már megtestesülő, megvalósuló szövetsége, sőt most már az egyházaknak, a vallásoknak, politikai erőknek, állami világi erőknek is a döbbenetes nagy világméretű szövetség, hát erre van szükség, hát meg kell menteni a világot, egységgel lehet megmenteni a világot. És ti ragaszkodtok ahhoz, hogy csak Jézus tudja megmenteni, és nem a világot, hanem csak azokat, akik keresik őt és találkoznak vele. Ti ezt hiszitek, ez a maroknyi kisebbség, amikor az egész világ fölsorakozik már az egység csodálatos tribüne elé, ahol szónokolnak arról, hogy végveszélyben van a világ, és csak egyedül az ellentétek félretevése, a másságok kiiktatása, keressük mindenkiben azt, ami közös, és a közös az, hogy meg kell menteni a világot. Ja, hogy a Biblia soha nem beszél erről? A Biblia soha nem beszél a világ megmentéséről? Hogy a Biblia azt mondja, hogy ez a világ a gonoszságban vesztegel, és a Biblia 400 jövendőlésben feltárja, hogy Jézus második eljövetelében van az egyedüli reménységünk, hát ezzel mi nem foglalkozunk. Ezek Biblia latriát űznek, hogy egyik kedves barátom szokta mondani, hogy én Biblia imádó vagyok. Én Istent imádom, de Istent imádni csak úgy lehet, hogyha minden kijelentését komolyan is vesszük, és nem helyezkedünk fölébe az Istennek. Nem játsszuk tovább az én vagyok az Isten szerepét. És erre csodálatos példát adott Dániel, és ebben osztodott a három héber ifjú is, és ez fog bekövetkezni az előttünk álló történelmi időben is, és hogy végigvettük Dániel könyvét, én is sokszor gondolkoztam azon, hogy a végső idők nagyon nyomorúságosak lesznek, ezt Dániel 12. fejezete első verse kimondottan is közli velünk, hogy kiáltoz azon a hős is. Ezt meg a kis proféták közül Sofóniás, Náhum, Habakuk közli velünk, hogy reszketnek csontjaim, porladnak takjaim, hogy nyugton legyek a nagy nyomorúság idején. Jön a nagy nyomorúság, de a nagy nyomorúságba belehajtva jön a végső nagy evangélium hirdetés is. Persze utána jön a hét csapás is. De a hitnek a kedvessége sem veszhet el. Mert a hit, az igazság követése, a szeretet gyakorlása, és a szeretetben mindig ott van a kedvesség. Ezért zárom a harmadik fejezettel, és mindenkinek a szívére helyezem, hogy folytassa tovább személyesen Dániel könyve tanulmányozását ebből a szempontból, a hit növekedése szempontjából. Én befejezésül egy számomra nagyon kedves igét hadd idézzek fel. Én ugye tanárnak és irodalomtörténésznek készültem, soha nem voltam lelkész, nem lettem pap, nem szenteltek föl, de amikor megismertem a Szentírást, akkor azt éreztem, hogy nekem erről, hogy szoktam humorosan mondani, mint a legjobb irodalomról, meg a legszebb irodalomról, mint irodalomtörténésznek beszélnem kell, és hálát adok Istennek, hogy megadta, hogy életemben a legjobb és legszebb irodalommal foglalkozhattam, és amíg élek, foglalkozhatom. Amikor én megkeresztelkedtem, az első igehirdetés, amire felkértek Budapesten, és milyen dobogó szívvel, hány hétig készültem erre, de mit válasszak alapigének? Olvastam
elejétől végéig a Szentírást, akkor még nem tudtam a nagy szabályt, hogy ezt nem így kell csinálni, hanem foglalkozni kell a Bibliával, az életünk hétköznapjában komolyan kell venni az ima életet, az erkölcsi döntéseket, és akkor mindig két-három, nem is egy, két-három nagy téma mindig ott áll előttünk. És ha valahova elmegyek igét hirdetni, akkor tárjam a jó Isten elő, hogy ez a két-három téma áll előttem, Istenem, ebből a két-három témából melyiket akarod mozgósítani most, ha Békés megyébe megyek, vagy ha Vas megyébe megyek, vagy ha éppen Budapesten maradok? Hát akkor még nem így gondolkoztam, tehát már az is sok időt elvett, hogy előre-hátra lapoztam a Bibliát, hogy melyik az az ige, ami megérint. És a Judás levelénél a következő ige érintett meg, és ez volt életem első prédikációja. Judás levele 20. versétől olvasom a 21-ig, majd a 24 és 25. verseket. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fethetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. És én a felolvasott igerésznek az első két verséről beszéltem. Szóról szóra próbáltam bizonyságot tenni arról, hogy nekem mit jelent a szentséges hit. Miért bíztam rá magamat a keresztségemmel Istenre? Miért bízom meg ennyire Jézus Krisztusban? Miért fogadtam el az ő szövetségesi jobbját? Miért szentséges ez a hit? Miért mindenek fölött igaz, szent és a legértékesebb, hiszen ezért a hitnek a jelképe az arany, mint a legértékesebb nemesfém? Épülni kell, állandóan előre haladni, azért mondja, hogy tűzben megpróbált arany, Péter első level első fejezetében, tehát pontosítja, hogy nem csak arany, tűzben megpróbált, a próbatételek, a nehézségek csak erősítik a hitünket, ha nem lennének próbatételek és nehézségek, a hitünk talán el is satnyulhatna. Mindig épülni kell ebben a hitben. De a hitet a Bibliaolvasáson kívül az imádság erősíti, de ne erőlködő, görcsös imáink legyenek. Hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen. A Római Levél 8. fejezete megígéri, hogy a lélek kimondhatatlan fohászkodásokkal és esedezésekkel ott van, amikor mi nekünk az Atyától, Krisztus által valamit szeretnénk kérni. Ott van, és ő ad olyan szavakat, és olyan irányt mutat, és olyan utakat nyit meg az életünkben, amit csak ő tud megnyitni, és az igazi imádság. Ha az imádság csak az lenne, hogy elmondanánk emberileg, amit el akarunk mondani, az egy ilyen kívánságkosár lenne, hogy Istenem ezt ad meg, azt ad. Nem, az igazi imádság, a Szentlélek által vezetett gondolkodás, és még a kifejezéseiből is lehet látni, ezért mondta Pilinszky János, hogy az emberi szó erőfeszítéseinek legvégső határán imádság, mert magunk is megdöbbenünk, ha hangos imával imádkozunk, hogy milyen szavakat mondtunk, milyen irányba vitte a Szentlélek a gondolatmenetünket. Hát én erről próbáltam akadozó hanggal, dobogó szívvel tanúságot tenni, ez volt életem első prédikációja. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Nem Isten tart meg bennünket az ő szeretetében. Isten mindig magához ölel bennünket. De mi sokszor kitéptük magunkat Isten karjaiból. Ne tépjük ki. Ahogy Dániel és három társa, maradjunk meg Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Nem csak azt mondja, hogy várjuk Jézust, irgalmasságát várjuk, hogy ő kegyelemből megadja nekünk az örök életet. Mert megismertük a kegyelem Istenét, mert hittünk benne, és az ő erejéből a szeretetnek igazi isteni cselekedeteire buzdultunk fel,
és ezért lehet nyugalmunk és bizonyosságunk, hogy Isten irgalmas lesz hozzánk, Isten kegyelmes lesz hozzánk, és amikor Jézus eljön másodszor, akkor részesít az első feltámadásban, vagy az élők számára az elváltoztatásban, az elragadtatásban. Dániel könyve mi mindenre ad lehetőséget, hogy megbeszéljünk. Hogy megbeszéljük azt, hogy hogyan lettek foglyokból fejedelmek. Minket is tesz az Isten királyokká és papukká, ahogy Jelenések könyve első fejezete mondja, és ezt kívánom mindannyiunknak, és Dániel könyve egész tanulmányozásából is, mint egy végső nagy útravalónak.